Márevics 80-as tartnál a Minci handicapben, leginkább Neverending Dream számít talán favoritnak ebben az 1400 méteres futamban. Beáll staféta, beáll Mr. Viro Czárevics. És starter indult a verseny, Eiszfinek sikerül egy kicsit gyengébben az indítás a többiekhez képest. Kristály remekül kezd, és Kristály elmegy vezetni Mocsinka Viviennel mögötte. A második pozícióban Sunrise-át élen felfedezni, aztán érkeznek a többiek Mr. Viro Czárevics vezetésével. Hát gyenge startja után most már megérkezik Eiszfi Georgie fellovagolja közvetlenül a vezetőló mellé. Ráadásul bent a falon megnyílik számára az út, hogy Eiszfi az ügető átjárót elhagyva már vissza is veszi, vagy át is veszi a vezetést Kristálytól. Kristály, Eiszfi, Mr. Viro Czárevics az első háromló sorrendje, igencsak meghúzzák ott a mezőn, mert a többiek néhány osztas hátrányban, Maximum Joy mellett ott van Sunrise, zárkózóban szombatesti lány mögött a staféta, és ami meglepetés, Neverending Dream egyelőre csak a mezőny végén, a nyolcadik helyen. A frontban ketten maradtak fejfej, egy Kristály, valamint Mr. Viro Czárevics, Eiszfi visszacsúszik a harmadik helyre, és Eiszfi mögé most már megérkeznek a többiek. A kanyar végén még mindig talán Kristály vezet, Kristály mellett azonban nagyon közel van Mr. Viro Czárevics, szép lassan azonban megérkeznek most már mögéjük az üldöző, méghozzá szinte teljesen együtt. Elindul Maximum Joy, elindulnak középen az ecsedi lovak, jön staféta, jön szombatesti lány, talán még Neverending Dream is megpróbál elindulni. Az utolsó 300 méteren belül nagyon izgalmas finisse van, kilátás. Bent a falon Maximum Joy kedvenc lovasával, de kívül staféta nagyon erősnek tűnik. Maximum Joy vagy staféta, Suták Csenge vagy Terényi Helga, ők lehetnek, vagy közülük kerülhet ki a nyerő. Maximum Joy vagy középen staféta, staféta nyeri a verseny, staféta, Maximum Joy, Mr. Viro Czárevics, három hölgy a frontban. Azért akiket ma elparentáltunk, azért csak-csak küzdelembe érnek, gondolok itt is Mr. Viro Czárevicsre. Stafétáról sem mondtunk azért annyira jókat, hogy feltétlenül küzdelembe lenne várható. Terényi Helga esetében Maximum Joyról viszont elmondhat, hogy vele mindig jól szokott futni. Legalább igen, valami jót is mondtunk a későbbi helyezettekről. Hát ugye a stafétán is azt látjuk, hogy hatodik, második, tizedik hozzátéve, vagy a legutolsó tizedik hely mellett azért tulajdonképpen egy 51-es forma, hát két hasonló forma után tud ezúttal győzni staféta, de hát itt a helyezési számokat tekintve vannak azért itt komoly hát forma ingadozások. Átványos kis verseny volt, és azért hát nem feltétlenül favorit sikerről beszélhetünk, mert itt Neverending Dream, Kristály, szombatesti lány hármasa, hát adós maradt a jó szerepléssel. Figyelem, a negyedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 5-ös, 2-es, 8-as. Ismétlem, 5-ös, 2-es, 8-as. A négy tippből éppen ott csak egy oda tud férni az első háromba. A Suták Csenge azért ma megint a nyerőkesztyűjét húzta, vagy nyerőcsizmáját húzta fel. Ezúttal támad is, megveri Maximum Zsolt, aki ugye